Önök a Dunaföldvár Televízió március 3-ai adását látják. Jó estét kívánok! Földvár Mozaik című műsorunk ma esti témái a következők lesznek. Szelecki Sándor lett a 2015-ös esztendőben Dunaföldvár díszpolgára. Hát az iskoláimat, főiskolát is Budapesten végeztem, és hát millió munkahely lett volna akkor. El tudtam volna helyezkedni, mikor végeztem, és nem tudtam ott maradni, hanem haza vágytam. Egy kis ipari üzem volt Földváron, inkább ezt vállaltam, mint egy nagy, komolyabb üzemet. Dunaföldvárért emlékérmet vehetett át az Ördögszekér Tánc Együttes. Nagyon meglepődtek, és nagyon-nagyon örültek neki. Igazából szerintem még úgy nem is tudjuk hova tenni ezt az egészet. Az biztos, hogy egy nagy súlyt tesz ránk, mert ez úgy kötelezi az embert arra, hogy igen, akkor ez egy jó irány, ez egy jó cél, ez egy olyan színvonal, amit értékelnek, és ezt kell tartani, és még följebb tornázni. A Dunaföldvár sportjáért kitüntetést 2015-ben Dukai István kapta. A mi csúcspontunk az volt, hogy NB1B-ben második helyezést tudtunk elérni, meg tudtunk verni az elektromost, szoros meccset játszottunk nagy csapatokkal, Honvéddal, Veszprémmel, Nyíregyházával, tehát ezek voltak azt gondolom a csúcspontok. Már vezetőként pedig talán az, hogy volt egy olyan év, amikor mind a három, a Fehér, a Tolna és a Bács-Kiskun megyei bajnokságot is megnyertük. Tematikus vetélkedőt tartottak a városrávatás évfordulóján. Általában úgy választjuk ki a témát, hogy valamilyen évfordulóhoz vagy jeles eseményhez kötődjön, de most egy kicsit ezen változtatunk, és az idei évben a fő téma a Kultúra díja kitüntetett díjazottaknak a pályája, életműve volt, jelen esetben Cseperi Istváné és az Ördögszekér Tánc Egyesületé, illetve most a városban a Botel Admirál hajónak a szétbontása egy elég nagy hír volt és egy esemény. Teltházas bált tartott az iskola aulájában a Dunaföldvári Vöröskereszt. Mint minden évben, vagyis már sok éve tényleg valóban hagyomány a Vöröskeresztes bál februári hónapban. Itt összejönnek a szponzoraink, találkoznak a tagság, az ifjúsági tagoknak a szülei. Ez lényegében egy ilyen hatalmas nagy találkozó, kellemes bállal, vacsorával egybekötve. Nagy érdeklődés kísérte a sporthorgászok számára tartott előadást. Hát komoly nehézségei vannak a harcsázásnak, és bizony a horgászok elég sűrűn szembe találkoznak ezekkel a nehézségekkel. Nem gyakori a több hetes kapástalanság és a harcsázás során, és elkeftelenek természetesen. Az az igazság, hogy kis látásmód, hozzáállás, egy kis más típusú megközelítés szükséges a harcsa horgászatához, mint általában a más halak horgászatához. A hétvégén adták át a Dunaföldvár díszpolgára kitüntetést. ...2015-ben Szelecki Sándor lett Dunaföldvár díszpolgára. Kezdjük a kezdetnél. A Szelecki család az mióta van Földváron? Hát, amit visszamenőleg van dokumentum róla, az mind itt élt. Tehát eredeti földvári. Hát még lük nagyapámig van, vagy szüleimig papír, szóval elődjük, az arról nincs már, hogy azok is itt voltak-e, nem tudom. Ameddig az emlékezet ellát, azóta a Szelecki Sándor felmenői, azok itt földváriak. Igen, törzsgyökeres. És mivel foglalkoztak? Hát földműves parasztemberek voltak mind. Mindenki tudja Sanyi bácsiról, hogy a Kertbarát klub elnöke volt. Onnan ez a kertbarátság, ez a mezőgazdaság iránti érzékenység? Hát is. De ahogy elmondtam itt a hozzászólásomban, tehát örököltem gyakorlatilag, mert a testvérbátyám, a Szelecki József, azt kapta az első ilyen városi kitüntetést,
tehát a diszpolgár címet, és hát tulajdonképp ő volt a Kerr Barát Klub egyik alapítója, meg az első elnöke is, és hát én ezt követtem tovább. Közben volt egy Kövics János nevű utódja a bátyámnak, és én őtől levettem át. Mert akkor még dolgoztam, munkaviszonyban voltam, és hát nem értem rá annyit ilyen társadalmi tevékenységgel foglalkozni. Tehát mikor nyugdíjas lettem, akkor kezdtem el a kertbarátságot. Egy ilyen kitüntetés az megmutatja, hogy a városnak mit jelent Szereszky Sándor, ezzel a megbecsüléssel ezt felmutatja, és fordítva nézzük meg, Szereszky Sándornak mit jelent Dunaföldvár? Volt olyan szakasz az életben, amikor el kellett innen menni, vagy fölmerült annak a lehetősége, hogy elhagyja ezt a várost? Hát nem merült szóba, mert semmi problémám nem volt a várossal, sőt, állandóan vonzódtam ide, és hát az iskoláimat, főiskolát is Budapesten végeztem, és hát millió munkahely lett volna akkor. El tudtam volna helyezkedni, mikor végeztem, és nem tudtam ott maradni, hanem az a vágytam. Itt kis iparüzem volt Földváron, inkább ezt vállaltam, mint egy nagy, komolyabb üzemet Budapesten. És mit jelent ez a város? A Kert Barát Klub vezetőjeként nagyon sok kirándulást, külföldi utakat is szerveztek. Messziről nézve, milyen Földvár, milyen ide hazajönni, milyen itt élni? Hát azt elmondhatom, hogy a Kert Barát elnökségem alatt körbejártuk az egész Magyarországot, és a külföldi környezet, ha országokat is, mert minden évben egy hazai csere látogatásra mentünk Táskerb Barát Klubhoz, és egy külföldi kirándulásra is. És hát országos szövetsége van a Kerb Barátoknak, ugye annak tagja vagyunk, és hát ott találkozunk, minden hónapban ilyen elnöki gyűlés van, és ott ugye egymásról felvettük a kapcsolatot, és mindig valamelyikkel megegyeztünk, és akkor elkezdtük Makó, főfele, Kistelek, Szarvas, Kecskemét, föl Nyíregyháza, vagy Miskolc, Debrecen, át Győr, Mosonmagyaróvár, Szombathely, Kaposvár, Szekszárd, Pakszekszárd, Pécs. Hát az egész országot körbejárt, és ugyanúgy visszajöttek cserelátogatásra. Mi a tapasztalata arról, hogy a önt követő generációk, esetleg jóval követő, tehát a mostani egészen fiatalok is foglalkozzanak-e városi közélettel? Miért fontos az, hogy legyen városi közösség és városi közös közélet? Hát szerintem ez a létnek egy alapja. Az túlzás így kifejezni, de aki nincs közösségben, az, annak nincs léte. Az önmagában bezárkózva él, az nem élet. Nekem ez a felfogásom. Jelenleg hogyan telnek a napok? Az elnöki posztot már átadta, azért a Kert Baráttagság nyilván megmaradt. Hogyan zajlanak a napok? Hát maradtam úgynevezett tiszteletbeli elnök, és hát már egy éve még átadtam volna, már mellettem tevékenykedett az utódom, próbáltam be nevelni, és ugyanúgy maradtam tovább. Tehát még van rám szükség, úgy érzem. Még tudom segíteni, ötlette ellátni a vezetést. Közösséget, mint a lét alapját. Igen. Úgyhogy hát ez elengedhetetlen. Úgyhogy hát én is hasonlóan vettem át, tehát gyakorlati tapasztalatom volt benne, és én magamon tanulva most így próbálom továbbadni. És hát mindenkinek végül is vannak gondolatai, más gondolatai. Én is mikor átvettem, tehát ami jó volt, azt nem bántottam. Ha volt jobb ötletem, akkor azt még bevettem hozzá. Most ugyanígy ajánlom az utódomnak is, hogy ami jó, azt ne hagy bántsa. De van, jó, más ötlete, akkor nyugodtan. És nem csalódott, elégedett Tamással?
Hát egyelőre igen, úgyhogy még kellene kicsiszolódni, de aktív és elfogad minden, szóval jó úton halad. A 2015-ös esztendőben a Dunaföldvárért emlékplakettet az Ördög Szekér együttes vehette át. Opperszhoffernél Rabowski Anikóval beszélgetek, az Ördög Szekér házatáján kellemes szelek fújnak mostanában a Kultúra Napján Dunaföldvár kultúrájáért, most pedig Dunaföldvárért emlékérmet vettek át. Ennyi jól megy az Ördög Szekérnek, jól megy a szekér? Hát toljuk rendületlenül, egyfolytában nagyon-nagyon azon vagyunk, hogy menjen ez a szekér, és hát nagyon, tényleg nagyon jól indult ez az évünk, ennyi elismeréssel, igazából nem is számítottunk rá, eszünkbe se jutott, hogy mi ilyen miatt fogunk egyszer a színpadon állni, és nem azért, mert táncolnunk kell. A háttérben az a helyzet, ahogy én láttam, hogy a műfaj is egy nagyon kedvelt és megbecsült, a néptáncról van szó, és a tagok is földváriak, amit a földváriak különösen becsülnek, hogyha egy földvári egyesületben földváriak dolgoznak. Így van, a műfajra visszatérve, én is úgy gondolom, hogy Dunaföldvár mindig egy táncot szerető város volt, és ez érződik is a földváriakon, hála Isten, tényleg nagyon sokan szeretik a táncot, most akár, ha nem csak néptáncról beszélek, hanem a tánc egyéb műfajairól is, amiben szintén jeleskednek más helyi szervezetek, csoportok, és igen, örülünk neki, hogy nagyon sok földvárit meg tudunk mozgatni, de azért nem csak földváriak vagyunk, van egy-két vidéki versenyzőnk is, de ők is szívvel lélekkel tesznek mindent azért a városért, és azért, hogy ezek a rendezvényeink, amiket itt csinálunk földváron, vagy földvár nevébe állunk ki, akár egy testvérvárosi kapcsolatba, vagy földvár találkozókon, azok nagyon jól sikerüljenek, és vigyük a város hírét, jó nevét. Aki egy kicsit jobban ismeri az együttes hétköznapjait és szakmai hátterét, az azt is tudja, hogy nem pusztán táncokat adnak elő, és a népi kultúrát mutatják meg, hanem kutatnak is, Erdélybe járnak. Ez még ma is folyik? Igen, ennek a feje, az én férjem, aki az egyesület elnöke és művészeti vezetője, Opperszhoffer János, és igen, a fennállásunk óta törekszünk arra, hogy ne csak táncokkal ismertessük meg a tagjainkat, a táncosainkat, legyen az gyerek vagy felnőtt, hanem ösztönözzük arra, hogy igen, menjen egy kicsit a dolgok után. Ezt segítjük például táborok szervezésével, többször jártunk Erdélybe táborba, ott mindig próbáltuk eredeti környezetbe behelyezni a táncosainkat, volt, hogy Csűrbe aludtak, pont ezért, hogy ismerkedjenek evel a nálunk már nem megtalálható világgal, kultúrával, amiből mi is építkezünk. És amikor a színpadon látják az Ördög Szekér együttes tagjait, akkor az, amit előadnak, az mennyiben saját kutatás, hogyha lehet erről valamilyen százalékos arányt mondani? Hát százalékos arányt nem tudok mondani. Igazából saját kutatás, táncanyagba, leginkább gyümesből vannak saját gyűjtéseink a férjemmel, székről, de azt kell tudni, hogy előttünk iszonyatos nagy nevek vannak, példák, akik nagyon sokat gyűjtöttek, erre áldozták fel az életüket, akiktől nagyon sokat tanunk, akiknek a gyűjtéseiből nagyon sokat tanunk. Ez annyit jelent, hogy a Magyar Tudományos Akadémián iszonyatos sok gyűjtés megtalálható, és sokszor azokból dolgozunk, természetesen mindig próbálunk utána menni, és a még fellelhető dolgokat személyesen is megnézni, átélni. Az, hogy Dunaföldvárnak erdélyi testvérvárosa lett, az mennyiben befolyásolta az táncegyesületnek ilyen típusú munkáját? Igazából nem befolyásolta, mert mi már előtte is ugyanezt a munkát végeztük. Ennek mi csak nagyon örülünk, mert így azon a vidéken is akkor egy kicsit széjjel nézhetünk. Lendített valamennyit, tehát ott újdonságok előkerültek, és Borszékben egyáltalán jártak-e már az együttes tagjai? Az együttes tagjai... Ból talán egy-két ember járt Borszéken a testvérvárosi kapcsolat felvétele előtt. A többiek én úgy tudom, hogy nem jártak, és biztos, hogy lendíteni fog a kapcsolaton az, hogy ott is van egy tánccsoport, és mi itt vagyunk helyben, és közös az érdeklődés, és közös a cél, hogy ezek a táncok megmaradjanak, egymástól tanuljunk, és vigyük egymáshoz az anyagokat. Akkor még nem vetétek fel a kapcsolatot egymással? Hát igazából megmondom őszintén, hogy én nem voltam kint, mivel nekem van két apró gyermekem, akiket én elláttam, úgyhogy a férjem volt kint, ő
kezdeményezte a kintiekkel ugye a kapcsolatot, de addig még nem jutottunk, hogy még konkrétan mondjuk meghívásra került volna sor, és visszahívjuk a kinti táncosokat, de természetesen ez mind tervben van. Pár szót azért beszélünk erről a díjról is. Az egyesület tagjai hogyan fogadták, hogy immáron még itt az év elején, első negyed évben már a második, hogy díjat vesznek át? Nagyon meglepődtek, és nagyon-nagyon örültek neki. Igazából szerintem még úgy nem is tudjuk hova tenni ezt az egészet. Az biztos, hogy egy nagy súlyt tesz ránk, mert ez úgy kötelezi az embert arra, hogy igen, akkor ez egy jó irány, ez egy jó cél, ez egy olyan színvonal, amit értékelnek, és ezt kell tartani, és még följebb tornázni. Már nem is nagyon van hova felnőni. Dehogy nem, mindig van mit tanulni. Mindig ezt mondjuk a gyerekeknek. Meg magunknak is, mert tényleg akkora tánckincsen rendelkezünk, hogy mindig lesz mit tanulni és hozzátenni. Dukai István sporttevékenységét ismerték el a Dunaföldvár sportjáért kitüntetéssel. Dukai Istvánnal beszélgetek, aki a Dunaföldvár sportjáért díjat vehette át. Egy roppant nehéz kérdéssel kezdem. Utána számoltál, hogy hány munkaóra, hány nap van, hogyha összeraknánk azokban az időszakban, amikor a sporttal töltötte az időt szűkebben a kézilabdával? Hát nem próbáltam még meg összeadni, de hát ha úgy számolunk, hogy 30 év kézilabdázás van mögöttem, és az azt jelenti, hogy az 52 hétből legalább 40-45 héten keresztül edzés volt, és háromnál kevesebbet nem nagyon tartottunk, és egy-egy edzés mondjuk másfél óra, meg az edzőmeccs, meg az edzőtáborok, meg egyebekkel, hát azt hiszem, hogy egy harmad ember élet kijön belőle. És így visszatekintve mondják, hogy az élsport, és nem is kell annyira egészen az élsportra gondolni, hogy megviseli a testet. Fizikailag hogy érzed magad? Megérte az emberi életnek ezt a 20-30 esztendét erre áldozni? Igen. Bővebben annyit tudnék erre mondani, hogy biztos mindenkivel, aki sportolt, és komolyan MB2, MB1B-be sportolt, volt olyan időszaka, amikor úgy érezte, hogy ezt már nem bírja tovább, meg már fáj mindene, és hogy ezt nem lehet, de mindig túllendített bennünket. Most azért mondom a többes számot, mert ugye én egy csapatsportágban értem el, amit elértem, tehát ott egymást túlbillentettük azokon a holdpontokon, hogy ha az edzésen, a mérkőzésen bejött egy holdpont, egy fizikai fáradtság, és még egyszer azt mondom, megérte. Ha most kezdeném, most is ezt csinálnám, csak okosabban. Ez mit jelent azért, hogy lecsapunk erre a szóra, okosabban? Igen, hát ugye az ember mindig utólag okosodik, tudja azt, hogy mit kellett volna másként csinálni, kezdve a felkészüléstől, konkrétabban az, hogy milyen egyéni képességeket kellett volna esetleg jobban fejleszteni. De hát ugye ez a hajó már elment, úgyhogy azért mondom, hogy ha még egyszer lehetne kezdeni, akkor kezdeném, csak egy kicsit okosabban. A sportág az maradna? Mindenképpen labda. Tehát a labda kell, hogy legyen a dologban, mert azt mondom, aki labda nélkül futkározik, az egyéb aljasságra is képes. Tehát kell, hogy legyen egy labda, meg kell egy csapat. Nekem akkor szerencsésen összejött, hogy az a társaság, akikkel én együtt kezdtem, az egy tényleg nagybetűs csapat volt, és volt labdánk is. Hogyha sport kapcsán a mérlek egy serpenyőjébe a testet tesszük, a másik serpenyőjébe pedig a lelket, hogy milyen jellemek és milyen karakter kell hozzá, akkor melyikből kell több? Hát azt gondolom, hogy nagyon sok alázat kell ehhez, nagyon sok tűrés, amikor a test már azt mondaná, hogy na, ezt itt hagyd abba, akkor azt mondani, hogy nem, még ezt végigcsinálom, még akkor fölfutok még egyszer a Rákóczi utcán, vagy még ötször felülök. Tehát nagyon nagy alázat szerintem, ez talán a helyes kifejezés rá. A versenysport után azonban belekóstoltál a edzősködésbe is és csapatszervezésbe is. Milyen volt ez a váltás? Hát akkor ez elég furcsa volt, mert ugye amíg az ember csak játékos, addig nem nagyon vannak gondjai a pénzügyekkel, az igazolással, a sportorvosi engedéllyel, meg az egyebekkel, és ahogy ezt át kellett venni, azért voltak érdekes esetek, amikor szombat délelőtt kellett a sportorvost előszedni, hogy megcsináltassa az igazolását valakinek, mert akkor vettük észre a meccs előtt egy-két órával, hogy nincs kész. Utolsó pillanatban még játékvezetők után szaladgálni, pénz után szaladgálni,
buszt szervezni. Tehát nagyon sok olyan dolog volt, ami hozzátartozott ehhez a munkához, de én ezt szerettem csinálni, és talán nem is csináltam rosszul. Melyik a nehezebb, sportolni vagy szervezni? Azt gondolom, hogy a sportolónak talán egyszerűbb a dolga, neki oda készítik a labdát, ott van a pálya, ott van az ellenfél, ott vannak a játékvezetők. A sportvezetőnek nehezebb, mert ő neki ezeket mind elő kell teremteni. Ezt a két szakaszt tekintjük, és a topot, a hegyet kivesszük, akkor mi az, amire legbüszkébb vagy sportolóként, és mi az, amire legbüszkébb sportszervezőként? Hát, ahogy itt az előzőekben is elhangzott, a mi csúcspontunk az az volt, hogy NB1B-ben második helyezést tudtunk elérni, meg tudtunk verni az Elektromost, szoros meccset játszottunk nagy csapatokkal, Honvéddal, Veszprémmel, Nyíregyházával, tehát ezek voltak azt gondolom a csúcspontok. Már vezetőként pedig talán az, hogy volt egy olyan év, amikor mind a három, a Fehér, a Tolna és a Bács-Kiskun megyei bajnokságot is megnyertük. Azt gondolom, hogy az egy nagyon kemény év volt, és az egy nagyon nagy eredmény. A múlt után egy-két szót azért ejtsünk a jelenről és a jövőről. Most milyen szereped van a sportéletben, a kézilabdában? Hát én igazából olyan segítő vagyok, hogy ha bármi gondjuk van, megkeresnek, amit tudok, továbbra is segítek. Kezdve itt az esetleg szponzorok, vagy a régi kapcsolatokon keresztül valami segítség. Én magam már nem nagyon veszek részt a munkába, sőt egyáltalán nem, és azt is beismerem, hogy mérkőzésre sem nagyon szeretek járni, mert én csinálni szerettem ezt, vagy szeretem, de nézni már kevésbé, olyankor nagyon bosszantanak azok a hibák, amit elkövetnek játékosok, és tudom, hogy én is nagyon sokat követtem el, de most már ez jobban megvisel. Mondjuk egy vesztes meccs jobban megvisel vezetőként, mint játékosként megviselt. Vannak sportérmeid, most lett egy ilyen városi közéleti érem, hová kerül? Hát mindenképpen díszhelyre. A kép is, amit kaptam, az egy nagyon szép festmény, meg az oklevél is. Hát még nem találtam ki, hogy pontosan hol lesz a helye, de az biztos, hogy olyan helyen, ahol mindenki, aki hozzám vendégségbe jön, az látni fogja. Dunaföldvár városrávatásának évfordulóján tartottak vetélkedőt a diákok számára. A 16. alkalommal került megrendezésre a város történeti vetélkedő a kisdiákok számára a művelődési ház szervezésében. Ez a vetélkedő egyben a városrávatás ünnepség sorozat előtt rendezvényének is minősül már hosszú éveken át. Ildikó, mi volt az idei vetélkedő témája, milyen témakörök közé csoportosultak a feladatok? Általában úgy választjuk ki a témát, hogy valamilyen évfordulóhoz vagy jeles eseményhez kötődjön, de most egy kicsit ezen változtatunk, és az idei évben a fő téma a kultúra díja kitüntetett díjazottaknak a pályája, életműve volt, jelen esetben Cseperi Istváné és az Ördögszekértánc Egyesületé, illetve most a városban a Botel Admirál hajónak a szétbontása egy elég nagy hír volt és egy esemény, és a hajónak az eddig történetét kellett a gyerekeknek áttanulmányozni, figyelemmel követni. Ezen túl pedig a művelődési házban folyó tevékenységek és a művelődési ház munkája volt a téma, illetve általános városismereti témákat vettünk terítékre. Milyen anyagokat ajánlottatok a gyerekeknek felkészülési forrásként? Mi állítottuk össze az anyagokat, és ezeket fénymásolat formájában kapták meg, illetve olyan feladatok voltak, amihez el kellett menni, meglátogatni azt a helyet, vagy ott összegyűjteni valamit, és ezeket előzetesen már megkapták, előzetes fölkészülés során. Nyilván arra is törekedtek, hogy minden évben a feladatok, a hagyományos feladatok mellett valami újdonság, valami újszerűség jelenjen meg a vetélkedőkben. Idén volt erre példa? Azt hiszem, ez a legnehezebb feladat, hogy hogyan tudjuk megújítani a már szinte állandónak mondható vetélkedőt. De az idei évben azzal próbáltuk színesíteni, mivel az Ördögszekér Táncegyesület volt az egyik téma. Két táncost hívtunk a vetélkedőre, ők táncoltak, és ezzel kapcsolatosan voltak feladatok, illetve papírhajót kellett készíteni, és ezt a hajót kellett a terembe imitált vizes helyen eljutatni egyik helyről a másikra. Úgy tűnt, hogy
ezt is nagyon élvezték a gyerekek. Szakértőkből álló zsűri végezte a dolgát, minősítette a fiatalok produkcióit. Kikből állt a zsűri? Szászvári Józsefné Terikenini már évek óta segíti a munkánkat, ő a zsűri elnöke, hiszen nagy tapasztalattal, szakmai tapasztal rendelkezik, évekig tanított az általános iskolában és vezetett számtalan vetélkedőt, illetve a Művelési Ház két kollégája, Szer Noémi és Pataki Dezső igazgatóból állt még a zsűri. Halljuk a helyezettek névsorát. Két harmadik helyezést adtunk ki. A kettes csapat és a kilences csapat érte el ezt a helyezést. A kettes csapat az általános iskolából érkezett, Lóki Bálint, Zászlósi Evelin, Krizsán Máté és Csigi Lóránt. A kilences csapat pedig az MLG tanulóiból állt, Jó Barbara, Harnos Brenda, Németh Réka és Pataki Zsófia. Ők lettek tehát a harmadikak. Második helyezést ért el szintén az általános iskola csapata, Pap Anna, Pálfi Balázs, Gallai Adrián és Nagy Gellai Máté, és az első helyezést egy MLG-s csapat szerezte meg, ők a 8. A-osztályos gyerekek, Németh Szilvia, Tóth Zsófia, Pálfi Anna és Kovács Krisztina. A helyezettek, mint hallottuk, láttuk, jutalmakat is kaptak. Igen, hát minden évben törekszünk arra, hogy a gyerekeknek emlékezetessé tegyük, még a fölkészülésen kívül is ezt a vetélkedőt, és az idei évben is kaptunk fölajánlásokat, amit ezúton is szeretnénk megköszönni, vállalkozóktól, cégvezetőktől, így Vicai János strandbelépőket ajánlott föl a gyerekeknek, Nagy Rászló egy cukrászdai vendéglátást, Szőke Zoltán jóvoltából pizzázhatnak a gyerekek, és Kovács Viktor pedig egy fitness bérletet ajánlott föl az ő számukra, illetve lovaglási lehetőséget biztosított. A város történeti vetélkedő győztes csapattagjaival beszélgetünk. Ami érdekesség mindebben, hogy az elmúlt évben is ti nyertétek a vetélkedőt. Anna, gondoltatok arra, hogy esetleg ismét megvéditek ezt a címet, amit tavaly nyertetek? Igen, igazából ez volt így a célunk. A felkészülésre sok időt fektettetek? Igen, mert nagyon sok olyan feladat volt, amihez utána kellett járnunk, ezért a városból is sétáltunk, meg el kellett járni különféle helyekre, hogy beszerezzük még a tanulnivalót. Milyen forrásokból gyűjtöttetek anyagot? Hát elmentünk a helyekre, ott megkérdeztük, és amit onnan kellett tudni, azt ott megkerestük, és ott leírtuk, és utána megtanultuk, és a Művelődési Ház adott még olyan alapanyagokat, amiket meg kellett tanulni. Voltak felnőtt segítők, és akik a felkészülésbe segítettek? Igazából nem, így együtt magunktól csináltuk. Melyik volt a legbonyolultabb feladat itt a vetélkedő során, amire egy kicsit nehezebben lehetett ráhangolódni? Szerintem nagyon nehéz volt a vetítős feladat, hogy levetítettek egy videót, és abból kellett kiválasztani ugye a megfelelő választ. És volt még egy hajós feladat, amikor nekünk kellett papírhajót hajtogatnunk, és azt kellett fújni, és sokszor elsüllyedtek azért a hajók a csapatoknál. Voltak olyan feladatok, amik tavaly is előfordultak, vagy hasonló jellegűek voltak? Hasonló jellegű egy csomó volt. Például volt, hogy ott kint a teremben, ott volt még feladatunk, meg tavaly is, és most a szerencsejáték, hogy a csapatok egymás ellen versenyeztek, úgy is volt. A versenynek, a vetélkedőnek melyik részében éreztétek, vagy sejtettétek azt, hogy ti megnyeritek? Hát igazából nem volt olyan része, ahol sejtettük, hogy mi nyerünk. Végig izgalmas volt? Igen, hát szerintem csak akkor hittük már el, hogy mi győztünk, amikor a második helyre a másik csapatot mondták ki. Gratulálok a győzelemhez, és gondolom jövőre a cél, hogy megvéditek ezt az első helyezést. Igen, az lesz. Fennállásának legnagyobb látogatottságú bárját tartotta a Dunaföldvári Vöröskereszt. A Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete idén is megrendezte hagyományos bárját. A bálnak tulajdonképpen az a célja, hogy a aktivisták, a Vöröskereszthez közel álló személyek összeülnek, egyfajta évet értékelnek, és természetesen szórakoznak egy kicsit. Kuti Valériával, a vöröskereszthelyi elnökével beszélgetünk. Valika, hogy történt a mozgosítás, és mi volt a bál programja? Mint minden évben, vagyis már sok éve tényleg valóban hagyomány a Vöröskeresztes bál februári hónapban. Itt összejönnek a szponzoraink, találkoznak a tagság, az ifjúsági tagoknak a szülei. Ez lényegében egy ilyen hatalmas nagy találkozó, kellemes bállal, vacsorával egybekötve.
Mennyien vettek részt az idei alkalommal? Az idei évben 190 fő vett részt a Vöröskeresztes bálba. Hát ilyenkor a rendező kis műsorral is azért meglepik a vendégeket. Mi volt a program, az es során mik történtek? Igen, közkívánatra a Dupla Kávé volt a vendégünk. Nagyon nagy sikere volt a Dupla Kávé együttesnek, és természetesen a kedvenc zenészünk, a Csabi hozta a talpalával ott egész éjszaka. Tombola, egyéb dolgok is voltak? Igen, az adományokat kaptunk, tombolát tudtunk árusítani, szeretném ezúton is megköszönni minden vállalkozónak és magánszemélynek az adományát, amivel egy kicsit gyarapították a működésünkhez szükséges pénzünket. Ilyenkor esetleg nem szoktatok hívni vendéget a megyéből, körzetből vagy országos Vöröskereszttől? Tudtak az időpontról, meg is beszéltük, de ez a hétvége szerintem nekik is egy kicsit pihenő, mert elég sokat dolgoznak, mennek. Nagyon nagy a régió, és hát sajnos nem jött el az idén senki. A világnapi rendezvényeinken meg szoktak jelenni. Tél elég sok feladatot szokott adni a Vöröskeresztes aktivistáknak, különösen a nagyon hideg a tél, tehát fagy esetleg gondoskodni az idősebbekről, betegekről. Ilyen jellegű problémák nem voltak a tél során? A tél során annyi volt, hogy ugye volt a 300 főre az étkezés, beszálltunk anyagilag is és emberi erővel is a népkonyhásoknak az ellátásába, és egész karácsony 20-ától egész január 3-áig ügyeletet vállaltunk, ebből egy éjszakát nem töltöttem otthon, egy éjszakát kellett két idősre vigyáznom lent a Duna utcába, a másik napon pedig a kollégám vállalt még egy éjszakai ügyeletet, ő is hajléktalanokkal volt a szállon, vállalunk természetesen ügyeletet, maximálisan el tudjuk látni ott a hajléktalanokat, és esetleg minden él a házaspárnál is a tüzelés volt a probléma, bedült a kéményük, és nagyon szeretettel fogadtak bennünket lent a Duna utcai mátás központba, gondozási központba. Most már tavaszt érünk, mi a feladat a Vöröskereszt szervezetnek március, április, május során? Hát igen, márciusban most majd egy kicsi raktárrend, és nagyon sok bútorunk van még kint, amik felajánlások jöttek, azokat szeretnénk még behozni és kiosztani. Április 7-én, 8-án a véradás lesz, májusban pedig készülünk a Spenót Fesztiválra 1-én, és akkor május zárjuk még a világnapi megemlékezéssel. A véradás, mint említetted, két napos lesz. Mik a tavaszi véradás tapasztalatai, többen jelentkeznek, mint télen? Hát minden alkalommal elmondom, hogy sajnos nagyon csökkenő tendencia van. Azt mondom, hogy nagyon jól áll még Dunaföldvár, mert azért 80%-ban tudtuk mindig a tervet teljesíteni. Volt, amikor 110-be tudtuk, most 80-nál így stagnáltunk. Nagyon kevés az új véradónk. Remélem, hogy a gimisek, akik majd betöltik a 18-at, azok majd egy kicsit megnyomják a statisztikánkat. Bár messze még a nyárra, tudjuk azt, hogy minden éve szoktatok vöröskeresztes tábort is rendezni. Idén szó van erről? Igen, természetesen a vöröskeresztes tábor július utolsó hetében lesz. Már fogom kiértesíteni az intézményeket, iskolásokat, óvodásokat, és ez nem csak egy gyerekmegőző, szórakoztató, pihentető tábor, hanem e tábor keretén belül van az IFI csapatnak a képzése, továbbképzése, és ott töltik ők is velünk el ezt a 10 napot. A harcsafogás technikáiról tartottak előadást a dunaföldvári sporthorkászok számára. Kós Ferenc a vendég a dunaföldvári horgászoknak, harcsahorgászként ismert, sőt, neve nem csak Magyarországon, hanem határainkon kívül is ismert. Aztán először jár itt Dunaföldváron előadást tartani. Először járok, először láttam a vizet. Hát egy kicsit szomorú is voltam, hogy nem álltam meg korábban, mert így őszi télies hangulatában is nagyon szép a víz. Került sor erre a dunaföldvári látogatásra, előadásra? Gondolom a Horgász Egyesület keretei közt. A Horgász Egyesület kért fel arra, hogy nem látogatnák el, és nem tartanék esetleg előadást a harcsázással kapcsolatban.
A neve onnan is ismert, hogy filmsorozatot készített a televízióban. Mi volt ennek a témája, illetve miről szólt a film? Természetesen kizárólag a harcsázásról szól a filmsorozat. Ez a filmsorozat a évszakoknak megfelelően lebontva több részletben, és minden évszakban a aktualitásokat kiemelve mutatja be a harcsázást, és a harcsázásnak a leglényegesebb, legfontosabb momentumait. Filmen kívül máshol is publikált, például újságok, könyvek, folyóiratok? Nem jellemző, közelebb áll hozzám a filmes világ. Jól írok állítólag, ezt nem én mondom, hanem szakemberek mondták, nagyon jól írok a filmek szövegét is, én írom természetesen, csak nagyon lassan és nehézkesen. Szülnöm kell a szöveget, és ezért inkább a képi világot választottam egyszerűbb kifejezési mód számomra, és látványosabb is, mert olyasmiket tudok megmutatni a nézőknek, amit még a sűrűn járó, vizet járó ember sem nagyon lát sűrűn. Azt is hallottuk önről, hogy oktatással is foglalkozik, hiszen nyári táborokat szervez. Hogy zajlanak ezek a táborok, kik a résztvevői? Gondolom, főleg fiatalok? Nem, hát nem kimondottam fiatalok. 18 év felett fogadunk táborosokat, és nem is nyáron, hanem hát az általam legjobbnak ítélt időszak, és hát nem csak általam legjobbnak ítélt időszak, áprilisban tartjuk minden esetben a táborokat, április első heteiben. Ezek a táborok kimondottan az első felemelkedésre vannak élesítve, és olyan szerencsében részesül a tábor, hogy az első felemelkedés meg is jön, és nincsenek szélsőségek, miután április első heteiről beszélünk, akkor általában a táborosok nagy része harcsa fogás élményével távozik. Hozzáteszem, a táboroknak nem a harcsa fogás a célja, hanem a hazavihető ismeretanyag, a leglényegesebb eleme. A harcsa fogás az a haba tortán, de elég gyakran és elég sok harcsát sikerül ki fognunk, vagyis fogniuk a táborosoknak a táborok során. A harcsa horgászat mennyire népszerű, mennyire elterjedt a hazai horgásztársadalomban? Hát az a szomorú, hogy a harcsa horgászat nem olyan népszerű sajnos, messze nem, mint amennyi a vizeinket tartalmazó harcsállomány bőven elbírna. Hát komoly nehézségei vannak a harcsázásnak, és bizony a horgászok elég sűrűn szembe találkoznak ezekkel a nehézségekkel. Nem gyakori a több hetes kapástalanság és a harcsázás során, és elkeftelenednek természetesen. Az az igazság, hogy kis látásmód, hozzáállás, egy kis más típusú megközelítés szükséges a harcsa horgászatához, mint általában a más halak horgászatához. Talán nagyobb türelem is? Talán a türelem is így van. És hát egy kicsit másképp kell nézni talán a vizet más szemmel. El kell fogadni, hogy a harcsázásnak szerves része a megfigyelés, és tulajdonképpen úgy kell tekinteni a vizet, hogy már az is szerves része a harcsa horgászatnak, amikor csak keressük esetleg a harcsát, a célpontunkat. A horgássport is nagyon látványos technikai fejlődésen megy keresztül, szinte évtizedek alatt megújulnak, vagy évek alatt megújulnak a technikai felszerelések. Láttuk, hogy ön is hozott magával horgászbotokat. Ez nyilván a legújabb technikákat jelenti? Hát nem mondanám, mert ha alaposabban megnézzük az eszközeimet, azok régi, jól bevált. A leglényegesebb elemük az, hogy maximálisan megfelelnek a célnak, az elvárásoknak. Bármilyen követelmény előállítom, esetleg én vagy a harcsák tökéletesen megfelelnek, de attól függetlenül sikerült hozni a legújabb fejlesztésből is, mert hát nem csak filmkészítő is, a nevem alapján azért szereztem annyi tapasztalatot, hogy komoly segítséget tudnak nyújtani a horgászeszköz készítőknek. Most is hoztam mutatóba egy két bot, teljesen új bottipust, nem egy drága, és nem egy csili-vízi felszerelés. A leglényegesebb eleme, hogy maximálisan megfelel a harcsázás követelményeinek, bármilyen kihívás elé is állítják ezt a felszerelést. Egyáltalán nem mindegy, hogy például mondjuk a táborosom mit vesz a kezébe, nem muszáj, hogy ismert elég legyen, kétféle kategória létezik számomra, hogy vagy maximálisan 100%-ig megfelel adott feladatnak, célnak, vagy nem felel meg, köztes nincs. Ilyen előadásnak nyilván az is a célja, hogy tapasztalatokat adjon át, jó tanácsokkal láss el a horgászokat. Nyilván van az emberben egyfajta olyan ösztön is, vagy vágy is, hogy hát azért bizonyos dolgokat megtartok önmagamnak szakmai titokként. Előfordul ilyesmi? Nem, erről szó sincs. Hát még a legelső filmen megjelenése alkalmával, ez még 2003-ban volt, 5. résznél járunk,
hát ismert harcsahorgászok kicsit megorvoltak azért, mert azt mondták, hogy én túl sokat mondok a filmjeimben. Olyan titkokat is, hát féltve őrzött titkokat, amik egyébként nem titkok, csak esetleg ők ütélték meg úgy, hogy ezt talán nem kellett volna közreadni. Gyakorlatilag a filmjeimben minden benne van, ami a harcsázásban titokmentesen fontos és lényeges. Más horgászokban azért élt ez a szakmai titokféltés. De előfordul természetesen, mert ez emberre típusra válogatja. Nekem szerencsém volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam a barátaimtól és a környezetemtől, mert olyan vizeket horgáztam, ahol a harcsahorgászok összefogtak, megosztották az információt, az ismereteket, és ez is jelentősen előre vitt abban, hogy most én állok itt éppen, és nyilatkozom önnek.